Jön a szöglet Horváttól, ott a csúsztatott fejes, és ott a gól! A szerzője Szalai, és ezzel eldől a mérkőzés. 3-1 a Kecskemétnek. Szalai góljával valószínűleg ez már a végeredményt jelenti. Róla egész egyszerűen elfeledkeztek, hogy a védelemből húzódott előre, és a lecsorgó labdát belsővel szépen laposan el tudta passzolni. 3-1. Itt lép le a védőjéről Szalai, és lövi el egyébként nagyon higgadtan a bal alsó sarokba.